Sziasztok, Renátó vagyok, ez pedig itt az új Google Pixel 7a, ami a Pixel 7 egy kicsit költségcsökkentettebb változata. A hetet azt agyon dicsértem, hát itt sem lesz másképp, hiába a költségcsökkentés, a 7a is remekre sikeredett, mivel gyakorlatilag alig változott. A külső az szinte megegyezik, a hardware és a szoftver is gyakorlatilag ugyanaz, ráadásul új kamerákat kapott. A DxO már a hatodik legjobb kamerás mobilnak hozta ki a 2023-as teljes kínálat közül, ami nos, hát egy elég jó érték egy cirka 200 ezerbe kerülő telefontól, úgyhogy igazán kíváncsi voltam rá, remélem ti is, úgyhogy kezdem is a videót. Az unboxing elég minimál, szokásos Pixel, a telefon mellett csak az USB-C to USB-A adapter, a töltőkábel, a SIM-tű és egy kis füzetecske van. Kézbe véve a telefont, egyből az érződik, hogy ez egy minőségi dolog. Színek tekintetében van ez a babakék, illetve van szokásos fehér, szürke, illetve van egy frankó korall színű variáns is. A Pixel 7a gyakorlatilag ugyanúgy néz ki, mint a Pixel 7, egy hangyányit kisebb lett, valamint egy kicsit spóroltak az anyagokon. 3 mm-rel rövidebb lett, valamint 4 g-mal könnyebb, a hátlap pedig itt már műanyag és nem üveg, de egyébként olyan a felülete, hogy üvegnek érezni, hogyha nem olvastam volna el a sajtóanyagban, hogy ez egy műanyag, akkor fel sem tűnt volna, úgyhogy hát elég jó féle. Az előlap pedig Gorilla Glass 3-as lett Victus helyett. A keret az ugyanúgy maradt alumínium, ami azért a minőségérzetnek igencsak jót tesz. A dizájn az teljesen megegyezik, ránézésre semmilyen különbséget nem fogsz észrevenni ez és a Pixel 7 között. Az IP védettség szintje is csökkent, IP68 helyett ez már csak IP67 vizálló, ami gyakorlatban normál használat mellett semmit sem jelent, nincsen gond a vízbemerüléssel sem. Úgyhogy kézben fogni remek, nem csúszik, nagyon egyben van, és továbbra is imádom. Szerintem ez a méret ideális egykezes használathoz, én még mindig azt mondom, hogy körülbelül ekkora méretű telefon az, ami tökéletes. Hangzás terén sztereó hangszórókat kapunk, alul van két hangszóró, és a fentit is használja, így a hangzás nagyon szuper, élettel teli és hangos is. Szemből nézve a 6,1 calos kijelző fogad, szóval kompaktnak lehet nevezni. A hasonló áru riválisához, a Galaxy A54-hez hasonlóan a Pixel 7a is relatíve vastag kávákkal rendelkezik, hát ezért azért kár a dizájn szempontjából. A kijelző természetesen OLED technológiával készült, felbontás tekintetében Full HD+, idén már 60 Hz helyett 90 Hz-es képfrissítési frekvenciával és HDR támogatással, 1000 nites maximális fénysűrűséggel, valamint Always On Display lehetőséggel. Első és legfontosabb dolog, hogy a gyárilag 60 Hz-re állított kijelzőt azt a beállításoknál érdemes átkapcsolni, a Smooth Display-t kell bekapcsolni, úgy sokkal simább, folyamatosabban megjelenítő, mivel 90 Hz-et használ. Egyébként ez a kijelző egy remek darab, gyönyörű szépek a színek, a kontraszt, a feketék, a kép élessége, hát nagyon jó ez a kijelző, bármit is nézünk rajta. Az 1000 nit az még pont jó, napon is jól leolvashatóságot tesz lehetővé, de azért napszemüvegben, tűző napon, hát egy kicsit több jó lenne. Igaz, ebben az árkategóriában nincsen nagyon 1000 nitnél fényesebb kijelző. Kíváncsiságból megnéztem a DxO Mark műszeres méréseit is, és a 4-600 dolláros szegmens legjobb kijelzőjének hozták ki, és hiába mondja rá bárki azt, hogy csak 90 Hz, a különbséget ez és a 120 között szemmel nem igazán látod, az viszont látható, hogy akármit nézel rajta, az gyönyörű és tökéletes színhelyességgel adja vissza. Úgyhogy a Pixel 7a kijelzője abszolút ki van maxolva a kategóriájában. A kijelző alatt van az új lenyomatolvasó, ami nagyon jó helyen van, gyorsan és pontosan működik, de a Samsung S-szériában levő megoldásoknál azért valamelyest lassabb. A 7a-nál már van arcfelismerés is, de ugye ez nem olyan biztonságos, mint az új lenyomatolvasó, tekintve, hogy csak 2D-s. Hardware terén a Google csúcsmodelljének a chipje van benne, azaz a második generációs Tensor,
ugyanúgy, mint a 7 Pro-ban, valamint ugyanúgy UFS 3.1-es tárhely van benne, ez itt 128 gigás lehet, RAM tekintetében pedig 8 GB DDR5-ös van. Nyers erőben elmarad a csúcsmodellektől, ellenben a saját árkategóriájában a legjobbak között van, például a már említett A54-hez képest itt lényegesen nagyobb teljesítményt kapunk. A Google a képfeldolgozásra és a mesterséges intelligenciára hegyezi ki a processzorait, és kevésbé a grafikai teljesítményre. A benchmark teszteken látható, hogy a csúcstelefonok erejétől tényleg elmarad, valamint a hűtés sem tud megbirkózni a tenzorral, így a telefon stresszteszt alatt erőteljesen melegszik, és visszavesz a teljesítményből, a végére már majdnem 40%-ot veszít a csúcs teljesítményből. Játszani viszont bátran lehet vele bármivel magas beállításokon, a teljesítmény kellemes lesz, de melegedni fog, és ez huzamosabb idő után már nem lesz feltétlenül kényelmes, bár ez is inkább az olyan játékokra jellemző, mint például a Genshin Impact. Egy Asphalt 9-et azt igazából a végtelenségig el lehet vele játszani komoly melegedés nélkül. Szoftveresen megkapunk mindent itt is, ami a nagyobb pixel mobilok mellé jár, azaz megvannak az ügyes fotószerkesztési képességek, a remek diktafon, ami átírásra is képes, igaz, magyarul ezt nem tudja, a szuper asszisztens, a remek diktálás, háttérben játszott zenék felismerése, dupla koppintásos, hátlapi gyors menü, igazából minden Google-féle okosság benne van és jól működik. Természetesen a legújabb Android 13-at futtatja, és a biztonsági patchek is gyorsan jönnek rá, tekintve ugye, hogy ez a gyári Google telefon. Most májusban a májusi biztonsági frissítés van rajta, úgyhogy ezen a téren ki van maxolva. Három fő verzió frissítést ígérnek egyébként hozzá, ami oké, de érdekes módon a Samsung egy évvel tovább támogatja a telefonjait. A gyári Android a Material UI továbbra is hát gyakorlatilag a legjobb, nagyon jól használható, személyre szabható, stabil és okos. Felesleges alkalmazások nincsenek, csak az alap Google alkalmazások vannak rajta, sőt azokból sem mind. A telefon első indításkor felajánl néhányat, amit szerinte érdemes lenne telepíteni, de az sem kötelező, úgyhogy tényleg nagyon tiszta az egész. Amit még megemlítenék, hogy a haptikus motor ugyanaz, mint a nagyobb pixelekben, Android mércével szerintem gyakorlatilag ez a legjobb, már-már iPhone-os érzetű a haptikus érintés. Adatkommunikáció téren specifikációk szerint mindent megkapunk, ami kellhet, van Wi-Fi 6E és Bluetooth 5.3 is, ahogy USB 3.2-es szabvány is megvan, ami ugye elég ritka. SIM-kártya terén eSIM és egy nanoSIM kerülhet bele, melyek ugye 5G-sek, csak ugye nem itthon és nem is a szomszédban, hozzánk legközelebb csak Németországban. A Google Pixel továbbra sem támogatja azokat az 5G-s hálózatokat, ahol a telefon nem kapható hivatalosan, így hazánkban is be kell érni a 4G-vel. Bár a gyenge 5G-s lefedettség miatt ezt nem nevezném olyan óriási nagy problémának. Telekom és Jettel hálózatban is próbáltam a telefont, a térerő mindig jó volt, a beszéd minősége pedig tökéletes. Üzemidő terén egy 4385 mAh-s beépített aksiról beszélhetünk. Ez ugye relatíve kicsi, de ugye a telefon kompaktságából adódik, ekkora telefonba ekkora aksi fér. Az üzemidő viszont átlagos használatra bőven elég egy napra, nálam olyan 4-5 óra kijelző idő van átlagban, és nap végén mindig volt benne még legalább 20%, úgyhogy ilyen 6-7 órás kijelző időt satszolok neki, ezzel a kompakt telefonok között jól, egyébként pedig átlagosan teljesít. A PC már üzemidő teszten a hasonló méretű S23-at az simán megverte, de egyébként a középmezőnyben van. Töltés terén van újdonság, ugyanis már vezeték nélküli töltési lehetőség is van az A-szériában. Ez papíron 7,5 wattos teljesítményű, de furcsa volt, mert amikor a kocsiban töltöttem és közben használtam a térképet, azt vettem észre, hogy minimálisan még csökkent is a töltöttségi szint, úgyhogy megnéztem, és tényleg 3 watt alatt tölt valójában vezeték nélkül, ennek nem tudom mi az oka, de hogyha vezetékmentesen töltöd és használod a telefont, akkor biztos, hogy nem tudsz plusz töltést beletenni, maximum egy szinten tudod tartani. Vezetékesen sem tölt túl gyorsan, 18 wattos töltése van papíron, de egyébként ez sem használja ki a telefon, ilyen 10-14 watt körüli értékeket mértem, úgyhogy ez az algoritmus, ami ezt intézi, eléggé aksi kimélő módon kezeli a töltést,
ami így tényleg jó lassú. A teljes feltöltéshez kereken 2 óra kell, fél óra alatt is csak 33%-ra tölthető fel, ezzel a mezőny végén kullog, szóval ez egy ilyen tipikus éjjel töltős telefon. Hogyha a gyors töltés számodra fontos, akkor biztosan nem a Pixel 7 áll lesz a te telefonod. És végül a kamerák, itt nagyot gurít a telefon. Az évek óta használt és bevált Sony szenzort dobták, és kapott egy teljesen új 64 megapixeles egységet, ami optikailag stabilizált, illetve van egy új 13 megapixeles ultraszéles is, ahogy a selfie kamera terén is beújította Google, és beleraktak egy új 13 megapixeleset. Ahogy a bevezetőben említettem, a DxOMark csapata szerint nagyon erős a kamerás részlege a telefonnak. Az iPhone 14-el és a Galaxy S23-mal megegyező pontszámot adtak neki, és ugye azok a telefonok több mint kettőször ennyibe kerülnek, és hát az én véleményem ugyanez. Eszméletlen jó képek készíthetők a telefonnal, így szerintem a 2000 forint körüli árcímkés telefonok között az abszolút legjobbakat lehet felcsinálni. Az elsődleges kamera fotói hibátlanok, nagyon jók a részletek, a színek nagyon szépek és valóságosnak hatnak, a dinamika tartomány is remek, még tűzön napsütésben sem lehet megingatni. Tényleg nagyon jól fotóz, nem tudok belekötni, és van egyébként nyers fotók készítésére is lehetőség, ami egy ilyen jó kamera esetén jó, hogy van. Kettőszörös zoom opció is van, ilyenkor a szenzor közepét használja a telefon, és a fotók így is rendkívül jó minőségűek. A portréfotókhoz is az elsődleges kamerát használja a készülék, és a képek nagyon szuperek, a háttér elválasztás is remekül működik. Az ultraszéles egység is remek, sőt, ezen az árszinten köröket ver minden másra, a részletek, a színek, a dinamika, minden téren remek a végeredmény. A selfiekben sem okoz csalódást a készülék, a fotókkal nagyon elégedett vagyok. Éjszaka az elsődleges kamerával jók a fotók, az éjjeli mód csak ritkán kapcsol be, hogyha bekapcsol, akkor is max. 1 másodperc a kép készítésének ideje. A fotók lágyabbak, mint nappal, kevesebb a részlet és a dinamika is gyengébb, de összességében nagyon erősek. Az ultraszéles is jó mind színekben, mind részletességben, de itt a dinamika tartomány az már lényegesen gyengébb, valamint hajlamos túl magas ISO értéket használni, ami miatt bizonyos esetekben szemcsés lehet a végeredmény. Az ultraszéles éjjel nem hozza mindig a konzisztensen remek fotókat. Videózni mind a három kamerával lehet 4K felbontásban, de még hogy. A dinamika, a színek baromi jók a hátlapi egységekkel, mindegy, hogy melyiket választod. Egyedül a részletesség az, ami videó esetén egy kicsit elvész, de nem vészes. A stabilizálás is jó, séta közben gyönyörű szépen kisimítja a mozgásokat. Vlogolni is bátran lehet vele, a selfie kamera is remek minőségű, szuperül stabilizált felvételeket készít. Az éjszakai videók a kategóriájában nagyon jónak számítanak, a részletek és a színek is jók, persze a felvételek már szemcsésebbek, az ultraszéles esetén pedig szemcsés és sötét, itt azért van elmaradás a csúcstelefonoktól rendesen, de hát ugye árban is eléggé elmarad azoktól. Árazás tekintetében emelt a Google a 6A-hoz képest, 509 euróért kínálják a telefont ott, ahol hivatalosan lehet kapni Európában, azaz innen legközelebb Németországban. Ez a videó felvételekor körülbelül 190 ezer forintos árat jelent, amennyit ez a telefon nevetve megér, még úgy is, hogy nincsen itthon 5G. Magyarországon továbbra is csak az Alza forgalmazza, és ők elég érdekesen áraznak, egy 230 ezeres nyitóáron indították el most májusban, amennyiért nem éri meg megvenni, tekintve, hogy a Pixel 7, ami ugye ennél egyen magasabb kategória kéne, hogy legyen, már olcsóbb, 220 ezer forint alatt adja az Alza, hát ez elég érdekes. A 6A az előtt pedig 140 ezer alatt hazavihető tőlük, azon az áron a 6A megint csak egy bitang jó vétel. Úgyhogy összegzem, a Pixel 7A egy szuper jó telefon lett, remek külső, kijelző, hardware, szoftver és kamerák jellemzik, a hátránya az 5G hiánya, illetve a nagyon-nagyon lassú töltési idő. Egyébként az a jó ebben a telefonban, hogy amikor használod, sokkal drágább telefonnak érződik annál, mint ami valójában.
Én bárkinek ajánlom a Pixel 7 át, hogyha meg tudja venni 190 ezer forintért Németországban, de ennyit tényleg nevetve megér, illetve amennyiben idővel az Alza is majd elkezdi olcsóbban adni. Akkor ez a telefon egy remek vétel lesz. Nekem nagyon tetszik, és egyszerűen siralmas, hogy ennyire kevés országban árusítja a Google, pedig biztos vagyok benne, hogy nagy sláger lenne belőle. Nekem ez az egyik kedvenc androidos telefonom továbbra is. Ti mit gondoltok róla? Vennétek ilyet? Írjátok le kommentben. Köszönöm szépen, hogyha végignéztétek a videót, hogyha tetszett, akkor kérlek dobjatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel, hogyha kíváncsiak vagytok még hasonló tech tartalmakra. Köszönöm szépen még egyszer, legyen szép a napotok, sziasztok!